A hétvégén a Balaton felvidéken jártam, minden tiszta levendula szami. De minden csupa levendula. Sírva könyörű, bármiről beszéltem, csinál. Nem olyan a levendula. Miért? Milyen olyan levendula? Sok. 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 De az mit jelent? Én telítődtem a levendula témával. Aha. Hát, hogy megint ugye most tulajdonképpen az elmúlt tizenakárhány évben a média, a női magazinok rátaláltak a levendulára, és akkor tényleg csak levendula van. Tehát, hogy például ott van a macskamenta, ami legalább olyan szép, meg sokkal könnyebben tartható, mint mondjuk itt a levendula, de tényleg minden a levenduláról szól. És a levendula az kicsit már olyan, mint az a bútoráruház, amit ha kimondasz, sőt, az első randit oda tervezed, akkor hát az sikered van. Tehát az ott az maga az otthon temploma, és a levendula az... Ugyan... Mi nem tudom, hova járt, mert én sok mindent megértettem már veled kapcsolatban. Próbálj mozit! Meg egy kávészás! Igen, egy séta! Mindig a bútoráruházba tervezem. Nézik. Hát így belétes. Jobb a kávés kondolat tekegetni, mint az imbusz kulcsot hiddelt. Édes Szabi. Szóval a levendulához is kapcsolódik most már egy csomó minden. Jó, de oké, de a levendulát egy csomó mindenre tudod használni, amellett, hogy gyönyörű, meg jó illata van. Csodálatos növényre, amellett több ezer más nagyon jó növény. Na tessék, akkor mondják kiváltott levenduláról érzéles, hogyha valaki úgy szintén hozzátartson unja a levendulát. Jó, hát rengeteg olyan évelő van, amivel lehet helyettesíteni és hasonló. Most mit tudom, mondok például egyet, a Aconitum állat, vagy mindjárt szembe jött a sisak virágot ír be például, az egy mérgező ugyanis, a levendula. Igen, a levendulával kapcsolatban ugye az a nagyon fontos, hogy azt a részét, ugye mert elmész a Balatonra, és akkor ott látod meg mindenhol, ugye azt a részét érdemes megnézni, hogy oké, ott az egy szárazságtűrő növény, de az első évben, amikor kiülteted, különösen, hogyha nem egy itthoni fajtát ültetsz, vagy nem egy itthon termesztett növény, akkor általában ezek a francia fajták, ezek nagyon sok helyen kimennek az első évben. Tehát nagyon sok a kudarc, ugyanúgy, mint a bazsalikomnál, ugye, önként jelentkezők, így van. Nálam elpusztult. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy szárazságtűrő levendula, az alatt azt a 100 év alatt a tihany oldalába élő levendulára írjuk meg ezt a jellemzést. Amikor kiülteted, akkor bizony ezt öntözni kell. De úgy öntözd, és most jön a csavar, és én a levendulába ott facsarodtam bele egy picit, amikor tényleg tehát amikor megpróbálod azt elmagyarázni, vagy saját magad azt alkalmazni, hogy öntözd, de ki ne rohazd. Mert arra azért érzékeny. Na most wow. Wow, hát igen. És akkor ezt nem kell megcsinálni. Hát, igen. Tehát szól a levendula, jelzi, amikor szólnyos? Amikor az elkezd elpusztulni, akkor már nincs visszaút, igen. De még mielőtt elkezdene elpusztulni, tehát honnan látom azt, ha ránézek egy növényre, egy levendulára, hogy az most öntözés növénye. Aminek elég merevek a levelei, hát sehonnan szerintem. Tehát, hogy hát igazából nem a levendulát kell figyelni, hanem a talaját. Tehát, hogy amikor fiatal még a növény, és kiültetted a konténerből, mondjuk az első egy évben, akkor két öntözés között a talaja, a földje, az száradjon ki. Ne száradjon ki teljesen, de használja föl azt a vizet, ami ott van. És mikor fölhasználod, akkor legyen egy picike kis szárazabb időszak. De nem annyi, hogy... A föld, akkor hát igen, de úgy, hogy ez tényleg csak mondjuk órák adott esetben, most érted? Nem tudom, de mivel foglalkozol egy nap, de... Levendul a földjének a figyelgetésével. És akkor utána pedig akkor, tehát hogy maga a növény az ne kezdjen el száradni. Uh-huh. Mert lehet, hogy nyilván egy átlagember erre nem figyel, hogy a bazsalikom is ugye hány háziasszony ugye kifog természetesen. Itt kell nagyon figyelni az első évben a levendulánál, hogy úgy öntözünk, hogy közben el se rohasszuk. Mert volt olyan esős év, hogy pont akkor önkormányzatoknál volt egy ilyen nagy hullám, hogy mindenki levendulát ültetett, és százasával ment ki. Igen, most ez a száraz idő, ez kedvez arra, hogy kiültessük a levendulánkat. Na, a jövő akkor... kertjében lehet levendula? Hát igen, lehet éppenséggel levendula, igen, de lehet egy csomó minden más is. Jó, értjük, a macska, mert a pont ugyanúgy kint a levendula, hogy messze. Amúgy egyébként nagyon sokan, és akkor kicsit térjünk rá a levendula, mint bevételi forrás, ugye mivel nagyon sokan olvassák és látják azt, hogy tényleg a levendulára iszonyatos keresések vannak az interneten, egyre többen vágnak bele abba, hogy levendula mezőket ültetnek. Hát itt azonban azért azt kell látni, hogy nem csak akkor jó, amikor nem tudom, június-júliusban jönnek a tömegek, és akkor levágják a levendulát, meg fotóznak, meg fotóhelyszín, meg eladott, hanem ezt egész évben azért gondozni kell, és én ahány ilyen levendula földön jártam, ott azért mind ugyanaz volt, hogy munkaerőhiány, akárkit nem engedhetsz oda a tömeghez, gyomlálni kell köztel, tehát azért
Én most láttam, hogy Olaszországban levendula sorok közé befekszel, tehát van egy ilyen bérez fejed egy-két órára, hanyat fekszel, van kis szivacska. Levendula fekvés? Levendula, nem tudom mi volt, hanem nem emlékszem rá, sokat illatozol és miközben nézed. Kifeküdhetsz hozzám az erkére, hogy a kétő levendulát. Egyébként levendulát, hogyha valakinek van egy kis fóliaháza vagy üvegháza, oda érdemes betenni, mert ott tényleg, ott, mint hogyha egy levendula párnába feküdnél bele, szóval tényleg ez már eléggé túl van tolva ez a téma, de ott fantasztikusan egyben marad az illat, vagy egy zárt kertbe, tehát egy napfényes, szárazabb részen, de mondjuk nagy sövénnyel körülbelül van véve, ott nagyon jól bemarad az illat. És hát mondjuk, mit tudom, szerintem egy ilyen 20-30 tő felett, ugye én mindig sok levendulát látok ugye együtt, ott azért úgy az tényleg úgy azért az illat az jó. Én már most érzem a levendula illatot, amit beszéltünk. Tovább tervezgetjük mindjárt a jövő kertjét, Nagyrészt Szabolcs kertésznőnek, csak két dolog jutott eszembe azon, hogy így beszélgetünk. Az egyik, hogy már sokat gyára említett fel, hogy milyen elképesztő, hát ilyen marketing presszió éri azt, aki kertészkedéssel foglalkozna. Tehát, hogy itt ugyanúgy érvényesülnek, mint mondjuk a ruhamárkáknál, a ruhadivatnál az, hogy éppen mit ültetünk. Hát persze, de hogy a lakosság, vagy a kertbarátok, meg az őket kiszolgálók, azok így együtt húzzák föl magukat. Tehát nyilván akkor... Tehát észre sem veszünk és befolyásolva vagyunk. Tehát mondom még egyszer, tehát ez a levendula őrület, tehát a levendula egy nagyon jó növény, de azért nem annyira jó, amennyit beszélünk róla. Aha. Illetve a többi is nagyon jó, csak nem beszélünk róla, mert valamiért... Most a levendulás muffin, azt tudod mit? Csinálsz egy muffint és átesz egy levendulát. Igen, és finom. Na de érted, erre egy cikk szünet. De most nem rakok bele a muffinba, van levendulás szappan? Mondjál valamit, ami nincs levendulásban. Tessék, játszok egy játékot. Amiben nincs levendulás, motorolaj. Nem. Biztos, hogy jó. Hát akkor csináljuk meg. Tehát tényleg minden van. Tehát még egyszer, a levendula egy nagyon jó növény. Csak hogy a... Nem ellenmarketinget akarsz, hogy csak van számtalan másik jó és hasznos növény, hogy legalább ennyire ki lehetne aknázni, és még sokszínűbb lenne a világ. Na oké, de a kertész szívéhez persze, hogy közelebb áll egy csomó más növény, de megint, ez megint ízlés szerintem, hogy nekem tetszik ez a növény, amire Szabi azt mondja, hogy az nem. Ő azt mondja, hogy azért nem tetszhet neked, mert nem is ismered, mert a levendula árnyékában egyszerűen nem tud. De ha csak a levenduláról olvasol a női magazinokban, akkor hogy van? Na hagyjuk már a női magazinokat, mert már máshogy nem sokat gyere. Egyébként igaza van, én értem.